Sziasztok srácok, én Sajt32-ök, és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Mint látjátok, egy elég különleges helyen vagyok, és nem más fogunk ebben a videóban csinálni, mint egy új modpacket fogunk együtt felfedezni, és talán egy sorozatot fogunk elindítani. Mint látjátok, ez az alap Minecraftban ilyen nincsen, hogy nekünk egy szivárványunk megy, ott van nekünk a földünk, szerintem maga a föld, ott van a hold, vagy nem, szerintem az egy másik bolygó lesz, egy eléggé furcsa helyen vagyunk, és igen, látjátok, újfajta bajomok vannak, és még nagyon-nagyon sok minden. Így ránézésre látszik, hogy ez olyan, mintha a Minecraft lenne, hiszen lényegében az, de ez egy elképesztően új modpack, ami teljesen megváltoztatja a Minecraftot. Ez a mod teljesen átalakítja a Minecraftot egy olyanná, mint hogy a Stardew Valley-nek, nem tudom, hogy hányan ismertek ezt a játékot, ebben a kis Minecraft modpackben főleg nekünk termeszteni kell dolgokat, építkezni, bányászni is valamire, ellenben így a harcoláson kívül inkább a fejlesztésekre kerül a hangsúly. De nem beszélünk sokáig, hiszen nem ebből fog állni a videó, majd úgyis kitesztelitek azt, hogy nektek mi tetszik ebben a módban. Nem sokat játszottam, csak az alapokat tudom, ebben a videóban megpróbálom összegyűjteni pár darab növényt, és azt hiszem a termelés istenét vagy istennőjét fogjuk lehívni, és építünk egy házat a építészünkkel. Nem tudom még, hogy mi lesz, de érdekesen hangzik, de lényegében itt már egyből találtam egy cuccot, és éhezek, az a probléma. Szóval Barry, arra gondoltam, hogy lehetséges, hogy a következő részt élőadásban fogom csinálni, ha nektek tetszik az ötlet, és milyen király, még a víz alatt is látszik az egész, ez meg mi. Most nézem, hát ez egy szend, eléggé furcsa szend, de először vágok egy pár darab fát, látjátok, az egész világ mennyire szép, és itt vagyunk, ez azt a tök jól néz ki a törzse, ez is, látjátok, progressionet felül, hogy hogy áll a kivágásunk. Sakura, ez nem a Narutóból egy karakter, bár fogalmam sincsen, és nézzetek meg, hullik a levél, és látjátok, ősz első napja van, szóval itt van az egész évünk, itt van termelni, bányászni, minden, és kíváncsi leszek, hogy mi lesz télen, mi lesz ősszel, stb., hiszen ez így lényegében az egész Minecraftot megváltoztatja, hogy vannak évszakok, de direkt nem játszottam, veletek együtt szeretném ezt felfedezni. Elsőnek nem másra van szükségünk, mint két lyukat kell csinálnunk, három darab, ami a Vanilla Minecraftban benne van, például ha jól tudom, ezek is benne vannak, virágot kell szereznünk, egyet bele kell rakni, ha jól látom, egy ilyen kis tartókába, kell egy bot, és ugye a két lyuk, szóval kell három vas, egy ilyen kis bot, és jók is vagyunk. Szóval a három darab virágunk az megvan, most már csak három darab vasra van szükségünk, amit gyorsan abból a cuccból kibányászok, amit találtunk, úgyhogy meg egy kis anyagot szerzünk, és kész is az első küldetésünk. El is készítem, srácok, az első eszközeinket, amire szükségünk lesz, ugye a bányászathoz, plusz azért még egy kardot is, csak úristen, egy darab sticket dob összesen, ez nagyon furcsán néz ki, hogy csak egyet dobott, de nem baj, még mondjuk egy csákány heller helyett egy baltát is még csinálok emellé, kraftasztalat is elég nehézkes kiütni, de szerintem a sima Minecraftban is ilyen, hozzá is látok, hogy kiszedjen valahogy azt a kis vasunkat. Amúgy itt eléggé furcsa dolgok vannak, srácok, de szerencsére, ha jól látom, ott van vas, jó, a vödrünk az már megvan, már csak egy kár darab követ kell bányászni, de eléggé furcsa helyen vagyunk, hogy ilyen obszidián mezőkönkkel keresztül mennünk, hát nem tudom, ne kérdezzetek tőlem, alig játszottam ezzel a moddal, csak teszteltem azt, hogy ez hogy is fog nekünk működni, és ha jól láttam, nagyon jól fog működni, jöjjön ide, stone pickaxe, ez megvan, ám most nem is ütöm ki, hiszen úgyis ki kell égetnem meg ilyenek, szedek egy kemencére való követ, ami ugye 4, 5 darab, 6 darab, és most az utolsó, meg is csinálom a kemencét, le is rakom a kemencét, ajaj, már csak egy kis fűtőanyagra is szükségünk lesz, ami már nem lesz annyira egyszerű, szerintem rakjuk is le mellé, és ha minden igaz, most már betudom, azok mik? Ugye az engem nem fog megtámadni, meg ilyen meg belelökni a lávába, mert annak nagyon-nagyon nem örülnék, de kiszedem először a vasat, ha jól láttam, körülbelül itt van már 2 darab vasunk, megvan a 3-ból, mert ugye egy vödörhöz sajátos módon 3 kell, de még jó, hogy nem több, a harmadikat meg kint veszem, csak hol van? Jó, égessük ki a vödröt, remélem az a 13 és az a 2 darab fa nagyon-nagyon elegendő lesz rá, de nem baj, még azért van egy kis utánpótlás, ha jól látom, milyen pici kis törzse van ennek a fának. Egy darab?
Összis egy darabból állt ez az egész fa. Getting Wood Achievement-et most kapta meg. Értelmesnek tartom ezt az egészet. De nem baj, berakjuk, hogyha véletlen nem lenne elég. Jó, kettő már megvan. És akkor már csak egy kell a vödörhöz. És az egyik dolog meg is van. Az a gond, szomjasok és főnk, szóval ezt az utolsó vizemet megiszom, remélem újra tudom innen szedni. Ajajajajaj, Dirty Water-t kaptunk, azaz koszos. Nagyon koszos a vízünk. De nem baj, most elsőnek mielőtt megszerezzük, srácok, a Clay-t, ugye a vödör már megvan, szóval mindenünk szinte már meg van. Ar Istenem, végre, ezt nem hiszem el. Egy csomó növényünk, itt van egy csomót, jól lakunk végre, srácok. Nagyon örülök, egy ilyen bogyó mezőre spawnoltam végül. Örülök neki nagyon, mert már sprintelni se tudok, de végre most benyomjuk. Figyeljetek, milyen gyorsan eszi a berrit. Figyeljetek, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és majdnem feltudtuk az egészet szedni, most jól bekajáltunk, és el is megyünk Clay kereső hadjáratra, de inkább nem is sprintelek, srácok, mert még a végén elfogynának itt a dolgok. Jó, én alszok is, és mi a fene, itt vannak ilyen emótok, na erre, srácok, erre kíváncsi ezek, remélem, hogyha benyomjuk a chatet, akkor is elérhetőek lesznek, és igen, elérhetőek, wave. Oh, tudunk így integetni most, ez mi? Srácok, erre nagyon-nagyon kíváncsiak, facepalm. Úristen, így szégyenkezik az ember, hogy már megint mit csináltál, körülbelül ez olyan fej, de nem baj, aludtunk egy kicsit, és látjátok, már a tavasznak a második napján vagyunk, van ételünk, van koszos vízünk, de remélem, hogy az is jó lesz valamire, van virágunk, négy berink, jól állunk, már csak arra van szükségünk, hogy egy kis Clay dobjon, és mondd, hogy az ott, ez egy ott Clay, srácok, a fő nyereményt megnyertük, az a gond, nem tudom, hogy a Flower Pothoz mennyire van szükség. Égessünk egy kicsikét, addig meg elmegyek egy fát vágni, és ez a fa is szerintem igen, megint egy darabból áll, hát ez nagyon-nagyon értelmes, de nem baj, legalább ilyen tök gyorsan lebomlik az egész, ez nagyon tetszik benne, meg itt van egy bogyó, gyere, mi? Ennek? Srácok? Ennek milyen a hátulja? Ez ilyen élőbe is? Jó, már csak egy van, nagyon remélem, hogy így kell csinálni, ha nem, akkor kezdhetjük előre, és ez az, ott van a Flower Potunk, király, most már, ha minden igaz, srácok, mindenünk megvan, és én elképesztően izgulok, hiszen meg kell csinálnunk végre a legelső küldetésünket, ha jól láttam, így kell, igen, két lyuk, de még holsz like this, oké, lapozzunk, fill them with water, belerakjuk, igen, a water, two darab flower, két darab flower-t lerakunk oda, oké, és egy megvan. Hozzuk a következőt, ez is megvan, és jöjjön, nézzük meg azt, hogy mi is kell, utána igen, a két virágot lerakjuk, ugye, én, ha jól tudom, ilyen van a sima Minecraftban, nagyon remélem, hogyha nem, akkor kezdhetjük ugye azt előről, ezután rakjuk le szerintem valahova kell lerakni a Flower Potot, lerakjuk középre, igen, jól emlékeztem akkor még a videó elején, mert azt hiszem ezt még megcsináltuk, na így, és most mi kell hozzá? Stick, jól emlékszem, akkor stick kell hozzá, amit ugye nagyon könnyedén le tudunk hozni, és nem, hogy ez már négyet ad, úristen, az milyen béna fa volt, hogy csak egy botot adott, és most jobb klikkelni kell, úgy emlékszem, de azért még egyszer áttolvasom, fruit dropping, mit kell droppolni? Keep clicking to the flower with a stick, igen, egy új virágot kapunk, és az beledobjuk a vízbe, kis szorítsatok, srácok, ez az! Ha, sikerült! Nem gondoltam volna, hogy ez van, ez tényleg, ezt kiütjük. Úristen, be is laggolt a játékom, és most mit kell, bele kell dobni, srácok, szurkoljatok, légy szíves, szurkoljatok, beledobom. Ho-ho. Oh, és itt van, a termelés istennő, kattintsunk rá. Hello, my dear, I'm not sure if I... Hát nem találkoztunk még. Igen, ez az első, igen. Well then, nice to meet you. Jó, igen, ő itt nekünk az Isten. Ezen a helyen nagyon-nagyon régen nagyon sokan éltek, de sajnos egy óriási vihar volt, és el kellett innen menniük a lakosoknak, és most mi újra meg fogjuk, srácok, csinálni egy új óriási farmot, és egy óriási falut fogunk csinálni, és hogyha minden igaz, újra tud spawnolni ő, hogyha mindig egy ilyen virágot belerakunk, szóval sok virágnak kell kéznél lennünk, see you later. Oké, és hát kaptam tőle virágot, jó, hogyha baj van, akkor mindig hozzáfordulom, de én azt mondom nektek, hogy még egyszer kattintsunk rá, hát Igen. Ez mi? Weather tumor. Oh, meg lehet nézni, hogy milyen időjárás lesz holnap. Sister, oké, és ez most nem annyira érdekel. Something to dozen logs. Akkor két tucat fára van neki szüksége. Hello, oké, két tucat fa. Akkor srácok, én azt mondom nektek, hogy fektessünk be, szedek vasat, és két tucat fát összeszedünk.
Na, végre kiszedjük ezt a 200 fánkat, és mindjárt még annyira furcsa a bal sarokban, látjátok, mintha az a föld lenne, de hogyha az a föld, én akkor fogalmam sincsen, hogy most hol vagyunk, milyen világban, de ez, hogy így hullanak a levelek, nagyon-nagyon élethű, nekem ez nagyon-nagyon tetszik, és még 3 darab fára van szükségünk, és kaptunk egy ilyet, majd elültetjük, ha már otthon vagyunk, jöjjön ez, és még egy utolsó, srácok, és megyünk is vissza. Na, itt is vagyok, erre ugye már nincsen szükségünk, csak hát nagyon-nagyon éhes vagyok, szóval még mielőtt oda megyek a királynősz, jaj, vissza kell spawnolni, elment szegény, na de nem baj, kaptunk tőle virágot, ugyanúgy remélem, hogy vissza fog jönni, haho, gyere már vissza, adnék neked fát, mert ugye te arra volt ez szükséged, na, haho, itt meghoztam a fát, királynő és istenő, oh, hello again, oké, took the log, hát azt hoztam, haver. Nézem, hogy van nekem egy ilyen kis bird nestem, ami ugye tudjátok, hogy mi egy madárfészek, és volt benne egy darab fedőr, tök menő. Nem igazán találtam Oakwoodot, ezért egy picikét addolnom kellett, de remélem, hogy ezért nem haragudtok, hiszen sajnos nem találtam itt a vidéke, és nem szerettem volna 500 kilométereket utazni, hiszen most megnézzük, hogy ezzel jó lesz-e, de ígérem, hogy többször ilyet nem csinálunk. Léci, perfect! Igen, úgy tűnik, hogy ez nem volt jó, hiszen mi összeszedtük a 24-et csak a rossz fajta fából, és ilyet ugye nem találtam a közelbe. Mit csinálsz? Blueprint? Valami receptet kapunk tőle, valakire várakozni kell, jó, ez most nem érdekel, építeni szeretnék, Blueprint Carpenter, azta, így fogjuk ténylegesen, így tényleg, most már emlékszek, srácok, így kell lerakni, ezt figyeljétek, hol legyen, srácok, most kell elhatároznunk, hogy hol fogunk lakni, én azt mondom nektek, hogy ez egy remek terület, hogyha itt akarunk lakni, ezt a félszigetet szerintem mi benépesítjük, például már előre látom, hogy ott lesznek a csirkék, hogyha lesznek csirkék, ott lesz olyan állat, ilyen állat, amolyan, és itt úgymond egy kis faluszerűséget szerintem megcsinál, és hogyha sikerül, menjön a szegény szavár, itt megkezdjük a folyamatot, hogy kell lerakni, right to cancel a sneak, confirm. I got the best blueprints around. Oh, Yulif. Hello, Yulif, te csak építsed a házamat, nekem az lenne a problémám, nem téged akarlak. Okés, rakjuk le, Carpenter was cancel. Hogy kell ezt csinálni? Jobb klik, sneak plusz right click, confirm. Jó, elkezdi Yulif építeni a házunkat. Na végre felébredtem, srácok, és wow! Julivko már megépítette az egész házat, wow, de királyul néz ki, még lehet itt valamiket simít rajta, Julif Carpenter is, ha vasárnaptól pénteki nyitva van 9-től, 6-ig, hát ez elképesztően király, az utolsó simításokat végzi, és srácok, ebben a videóban megcsináltuk nagyon-nagyon sok mindent, lehívtuk itt a termelés istennőtől kezdve, Julif házát megcsináltuk, mindent megcsináltuk, majd a következő videóban feltérképezzük. Ha szeretitek folytatást, akkor mindenféleképpen jelezzétek ezt egy kommentel plusz egy lájkkal, és ha még nem lennél, mindenféleképpen iratkozz fel, hiszen srácok, a sajtok a legkirályabb banda az egész interneten, és te is úgy lehet sajt, hogy feliratkozol. Ezen kívül látjátok rajtam, hogy milyen király sajtos termék van, ti is nyugodtan tudtok venni pólót, párnát, telefontokat, mindent az mcshop.hu/sajt32-ben, vagy a leírás legelső sorában. De srácok, a következő videóban találkozunk, megnézzük Julifnak a rejtélyét, nem tudjuk, hogy még mit fog nekünk tartani. Na de a következő részben kiterül, legyetek jók, sziasztok!